Egy nagyon sikeres sportolói pályafutásért véget itt Torontóban az Árpád kupán, az Észak-Amerikai Magyar Labdarúgó kupán, amelyen részt vett az MTK öreg fiúk csapata is, amelyben játszott Halmai Gábor, többszörös válogatott labdarúgó, és mint megtudtuk, ez volt az utolsó amatőr játékosként fellépése. Gábornak nagyon sikeres pályafutása volt, ahogy mondtam, ugye Székesfehérváron születtél, ott kezdtél el játszani, majd Budapestre kerültél a Kispesthez, utána kimentél Belgiumba az Ekerenhez, majd visszatértél Magyarországra, ott az MTK-ba játszottál 96 és 2000 között, majd ismét egy idegen légiós szakasz következett, az izraeli Hapoel Tel Aviv játékosa voltál 3 évig, majd néhány évig még az MTK-ban fociztál ismét. Háromszoros magyar bajnok vagy, egyszer a Kispesttel, kétszer az MTK-val, háromszoros magyar kupagyőztes, 57-szeres válogatott, felsorolni is nehéz. Hogyan kezdődött ez a pályafutás? Miért kezdtél el focizni? Mindent felsoroltál rólam. Kicsit büszke is vagyok rá erre a pályafutásra. Sosem gondoltam, hogy a 7 évesen az iskolai étterem előtt egy kisfiú mondta nekem, hogy vigyek 6 forintot és egy fényképet, mert Videoton leszeretne igazolni és menjek edzésre. Majd én Torontóba fejezem be az amatőr pályafutást. Amatőrként kezdtem ott, majd Torontóba itt amatőrként fejezem be. Nyilván köztet a profi pályafutás, ami örök emlék. Van pozitív, negatív. Ugye a pozitív az, hogy világot láttam, jó csapatokban játszottam, bajnoki címek, kupa győzelmek, válogatottban azért voltak sikerek is. A negatív az is sérülésekkel jár egy profi sportolónak az élete, ami nekem is megvolt, és a mai napig érzem, hogy most már a szervezetem jelzett, hogy hagyjam abba, és elég volt ebből, mert nagyobb problémám is lehetne. Igen, hát a labdarúgás az egyik legsérülékenyebb ugye sportág, te is sok mindennek ki voltál téve, ha már így felhoztad. Vissza tudsz emlékezni egy olyan sérülésre, amire azt gondolod, hogy ha az nincs, akkor másképp alakult volna a karriered. Igen, hát a térszakadásom 2 volt, az elsőből visszajöttem, felépültem. A másodiknál pedig volt egy problémám, ami egy kórházi baktérium bekerült a szervezetembe, úgyhogy nagy küzdelem volt abban is, hogy kiüljek bőle, mint civil ember, ott abban is hagytam a pályafutásomat. De eszembe jutott, mi lett volna, ez 20 évesen történik velem, és nem 30 fölött, az sokkal fájdalmasabb lett volna, úgyhogy azt mondom, hogy jól megúsztam, de azért a nyomok megmaradtak sajnos benne. Ebben a nagyon tartalmas sportolói, profi sportolói pályafutásban van-e olyan csapattárs, vagy esetleg ellenfél, aki maradandó nyomokat hagyott pozitív értelemben, aki miatt mondjuk úgy, hogy megérte focizni? Szerencsém az jó csapatokban játszottam. A Videótonban még olyan játékosokkal játszottam, akik annak idén UEFA kupa döntőt tudtak játszani, egy Real Madriddal, akár egy Vadász Imre, egy Horváth Gábor. Én azt szinte gyerekként betöppantam abba az öltözőbe, azt sem tudtam, hogy köszönjek először, de azért sikerült. Hát később ugye, amikor válogatott lettem, akkor már komoly csapatok ellen játszottam, akár válogatott szinten egy német csapat ellen, egy angol csapat ellen, olaszok ellen. Az örök emlék még benne vannak a kockák, ez a filmkockák ma is a fejemben. Svédek ellen gólt tudta rúgni egy olyan svéd válogatottnak, aki előtte bronzérmes lett a világbajnokságon. Aztán klubszinten ugye Videóton után felköltem a Honvédban, ami nagy emlék, és most is beszéltem a srácoknak, hogy annak idején volt egy 3-as kupa Spanyolországban, egy Barcelona ellen, aki a kedvenc külföldi klubcsapatom, tudtam játszani, igaz, hogy a kupa keretében, de az óriási élmény volt. Aztán később a Hapoel Tel Avivba például kivertünk egy Chelsea-t, egy Parmát, egy Lokomotív Moszkvát UEFA kupában, úgyhogy ezek örök emlék azok a stadionok, örök emlék az országok. Például Izraelre is visszatérve nekem gyönyörű 3 éven volt, mind az élet, illetve a futball. Én nem bántam, mert sosem oda kikerültem. Az MTK az leghosszabb időt az MTK-ban töltöttem, de a Videóton sem felejtettem meg a Honvédot. Utána Videótonban nevelkedtem, ott 6 éves kortól végigjártam a Szamárlétrát, bekerültem a felnőttbe, majd elvitt a Honvéd, ahol 2 évet töltöttem bajnoki címmel, úgyhogy tényleg nyilván csak a jóra emlékszik az ember, de sok jó volt, hála Isten. Említetted a Chelsea elleni meccset, ugye azt én nekem is volt szerencsém látni, és nemrég beszéltem a Hapoel Tel Aviv legendás csapatorvosával, ugye Kende Gyurival, aki egyébként szeretettel üdvözöl téged, és rögtön azt mondta, hogy ja, Halmai Gabi, az egy rendes pasas. Sokan így emlékeznek rád. Azt szeretném kérdezni, hogy a profi labdarúgó pályafutásod után te azok közé tartozol, akik sikeresen tudtak váltani. Te hogy élted meg ezt a váltást? Valóban, bár a futball most is komoly része az életemnek, de közben volt egy 10-15 év, amikor a vállalkozásban, egy fuvarozó cégben én beszálltam, és elég sokat dolgoztam, külföldi kapcsolatban kihasználva a nyert tudásomat, azért komoly szintre futtattuk a céget. Ma már nem vagyok jelen ebben a cégben, tehát nem dolgozom benne.
tulajdonos társként ott vagyok azért, de napi szinten már nem. Visszajött a futball az életemben, egyrészt a Haladás felnőtt csapata, az Illés Akadémia, az utánpótlás, illetve még Pomázon a Egervári Halmai focisulit csináljuk, úgyhogy ott meg amatőrként is átlátom, hogy 150 gyereknek adunk lehetőséget arra, hogy bizonyítsa a tehetséget, és próbáljuk egyengedni az útját fölfelé. Illés Bélával pedig mondom még egyszer, az Illés Akadémiát vezetjük, ahol már jó pár tehetséges játékosunk kijött, akik az NB1-be folytatták a pályafutásokat. Szüksége is van a magyar labdarúgásnak a sikeres utánpótlásra. Ha most újra kezdhetnéd az életedet, ismét a foci mellett döntenél-e? Mondom, a foci örök szerelem, nehéz ma ezt így átgondolni, majd abba hagyom egy végleg. Nyilván a lábtenisz azt én megtartom, azt nem engedem el, de ezt töltött aki 6 éves korom óta az életemet, és most azt kell mondani, hogy többet nem lépök pályára. Nehéz, társak is mondják, hogy gondoljam már, de tudom, hogy az egészségem most fontosabb, úgyhogy én próbálok elméleti szinten segíteni a magyar labdarúgásnak, a utánpótlásnak, vagy akár a felnőtt labdarúgásnak. Valami azt hozta az életembe, hogy ez az én utam, ezt kell csinálnom. A torontói magyar labdarúgó közösség sose fogja elfelejteni, hogy Torontóban, a Downsview Parkban játszottál utoljára a mai napon. Nagyon szépen köszönjük ezt a fantasztikus szakmai ismiket.